Gurábli, herőce vagy tepertős pogácsa. Hagyományos édes és sós süteményeket kóstolhattak azok, akik virágvasárnap ellátogattak Szent Tamásra. 2015-ben is megszervezték a Dédmamáink kalácsa elnevezésű gasztronómiai rendezvényt. Jaj, de jó a habos sütemény, mogyorokban az ő tetején. Ilyet én nem kapom, s ha ezért szokogok, tudom sajnálnak az angyalok. Sós vagy édes, krémes vagy ropogós. Mindegy, csak hagyományos hozzávalókból és tradicionális módon készüljön. Ez volt a benevezés egyetlen feltétele a Szent Tamási süteményversenyen. A versenyzés célja az, hogy bemutassuk a természetes alapanyagból, anyagokból készült süteményeket, ami azt jelenti, hogy visszamenőleg 50-60, sőt még dédanyáink 100 évnek ezelőtt, ami hogyan sütöttek, mivel, milyen módon. Ami az igazság, hogy nem ismerték a szaharint, a cukorszínezékeket, a csokoládét már csak a 70-es években kezdték használni, ami viszont finomabb a mai napig is, a finom dió, a finom magyaró, az igazi házi vaj, az igazi friss tejszín, sokkal ízletesebbek voltak, bár az én számomra, a régebbi kalácsok, mint a maiak. A tortákat is már a 70-es években kezdték jobban a cukrászok készíteni, aztán a nagyszüleim is, a szüleim is megtanulták. Őtőlük én tanultam, ezért merek indulni versenyekre is, lakadalmakba is készíteni, mert már gyerekkorom óta én ezt csinálom, ezt tanultam, ezt szeretem. Első évben hoztam az úgynevezett magyarica pitét, a magyar pitét, 6 labból, akkor a második eredményt értem el. Tavaly 2014-ben pedig a nagyanyám vizes piskótáját, ami dióval és vagdaldióval ment, tavaly első díjat nyertem el. Az idén 3. ízbe állok itt, készítettem. Az idén hoztam anyósomnak egyik régi receptjét, piskóta pite. Hogy miből áll, meg miért érdekes a neve, alul fölül van egy kakaós pitalap, középen meg 3-4 tojásból sütött egy piskóta, egyszerű, gyors az elkészítése, a krém pedig citromos krém, citromhéjjal, citrommal ízesített. A második kalácsom, amit ma bemutatok, szilva lekváros pite. Na de a szilva lekvár helyett lehet bármilyen lekvárt felhasználni. A szilva lekvárban még egy pici címet megy, nem sok, csak kicsi, de más az íze, finom. A Kalács Mustrát kultúrműsor színesítette. A Bogarasi Búzavirág citerazenekar és asszonykórus, valamint a helyi fiatal szavalók szórakoztatták a nagy érdeműt. Ahányszor látom, olyan fürge, olyan fényes, szaga kellemesen kényes, saját babát képes. Valki kicsi hegyes szarva, van egy izmos kurtaparva. A Búzavirág citera zenekar tulajdonképpen 2012-ben alakult meg. Mi Bogarasról jöttünk, ez egy nagyon picike falu. Itt sajnos nincs semmi néphagyomány. Nem igazán tudunk honnan segítséget kérni sem. A citerásaink akkor tanultak meg citerázni, tehát mi 3 éve citerázunk. Nagyon sok helyen voltunk már vendégszerepelni. Voltunk Magyarországon, voltunk Erdélyben, voltunk Várdarócon, vannak kórustagjaink, ezek mind önkéntes alapon, tehát nem a gyóra képzett tagok vagyunk. Nagyon sok mindent igyekszünk máshol, amit látunk, hallunk, mi is igyekszünk tanulni. Yeah.
előadásában. Vajdasági népdalokat legtöbbször azokat énekeljük, tehát ami erre a térségre jellemző, főleg Bogarasra, ugye legtöbbször Tiszával kapcsolatosat, mivel nem messze van, ugye Zenta is a Tisza. Legtöbbször ezzel. Hány tagot számlálnak? Most per pillanat 5 citerásunk van és 10 kórus tagunk. Most alakul majd a gyermekcsoportunk, már néhány diák csatlakozott és elkezdtek citerázni, meg néhányan csatlakoztak az asszonykórushoz is. Szeretnénk egy önálló kis csapatot létrehozni, mivel van rá lehetőség, most már úgy érezzük, hogy tudjuk őket valamilyen szinten oktatni, és van érdeklődés, reméljük, hogy minél több számban fognak jelentkezni, és tovább őrzik a hagyományainkat, mint ahogy mi is tesszük. Amíg a bogarasi asszonyok vajdasági nótákkal léptek színpadra, addig a zsűri megkezdte a pontozást. A háromtagú bizottság elnökét mindenki csak Cukrász Ilonkának ismeri a délbácskai településen. A harmadik éve veszek részt ebbe ezen a kiállításokon, nagyon sok szép sütemény van, és hát dicsérem a házi asszonyokat, hogy törekszenek, meg akarnak kiállítani dolgokat. Nagyon szép sütemények. Hát szerintem most egy kicsit, mintha csökkent volna a kínálat. Hát valami oka biztosan, hogy van. Úgyhogy egy kicsit hiányolom, hogy ilyen rétesek, ami tényleg olyan hagyományos régi rétesek, meg kelt kalácsokat nem láttam itt. De különben sok szép sütemény van, ilyen almás, meg... Én szerintem hiányolom azt is, hogy a süteményekre nincs a neve ráírva, a sütemény neve, csak számok. Mert hogyha a neve is rajta van, ugye, akkor egy kicsit összehasonlít az ember, vagy egy kicsit gondolkozik rajta, hogy milyen is. Szerintem azt is hiányolom. A kinézése is fontos, elsősorban kinézése, de ha a kinézés jó, akkor biztos az íze is jó. Mint tudjuk, a kelt kalácsok azért megmutassák mindjárt azt, egy hájas kifli mondjuk, az biztos jó, ha jó néz ki. Az a rétegek, ugye, mákos kalács mondjuk, diós, az is ugye nagyon fontos, hogy a kinézés megfeleljen, akkor biztos, hogy jó íze is van. Hát most lehet, hogy egy kicsit most már olyan modernabbak is a dolgok, mint régebben, egy kicsit adnak már modern valami kinézést is, de hát szerintem fontos az, hogy azért hagyományos legyen ez a bizonyos kiállítás, az a célja, ugye? Hát nagyon egyszerű süteményeket készítettek, én még nagyon jó emlékszek, ugye? Ilyen krumplis pogácsa mondjuk, heréce, szerintem fánkok különböző, ugye? Van tojásos fánk, vagy mondjuk... Rétesek, ugye, a rétesek, a kelt kalácsok, ugye, ilyen almás, diós, túrós mondjuk. Hát azt itt nem láttam. Hát valószínű, hogy az idő megteszi a magáét, ugye, hogy egy kicsit már mostan, ugye, megváltoznak az emberek, a szokások. Több kategóriában is értékelt a zsűri. A legrégebbi fajta a legfinomabb és a legszebb süteményt is díjazták. Horváth Margit sós túrós csigájával nyűgözte le a bírákat. Régi recept szerint készítettem a hajdina liszt meg 500-os meg 800-os lisztből összekeverve, és só meg túróvaj, minden összet, hogy mondjam, tésztát, kellett tésztát megcsináltam, és akkor azt elnyújtottam, és vajja lekentem, és akkor a túrót, túró, sós túrót, és a
és rákentem, és akkor összefontam, úgy csigálva össze szétvagdostam. Gondolom, hogy itt a túró is, és minden alapanyag házi, hogyha lehet. Igen, házi. A vaj is, meg minden nagyon finom. A régi recept szerint a hajdina liszt nagyon-nagyon jó, meg az a 500-as, szóval kevert, összekevert liszt van, hogy jó a gyomornak, jó mindennek, nagyon finom. Számított arra, hogy helyezést ér el? Nem számítottam. Azt hittem, hogy megint nem, mert tavaly is így gondoltam, nem lesz semmi, azt mégis nyertem második helyezetet. Fiatalok is bemutatták szakács tudományukat a süteményversenyen. Ágó Lúcia Gurábriát is díjazták. A diáklány nagymamájától tanulta a szakácsmesterséget. A tésztát ugye liszt, cukor, tojás, tojássárgája és szódabikarbónából, akkor amikor ezt elkészítettük, különböző alakokban kivágjuk, lehet szív, ilyen csillag és ilyenek, akkor a tojás fehérjét kikeverjük a hab formájába, és akkor azt így rárakjuk ilyen kis darabokra, és cukrozott diót szórunk a tetejére, és úgy megsütjük. Miért döntöttél úgy, hogy jelentkezel erre a versenyre? Hát, nem tudom, gondoltam, megpróbálom. Hát is szeretem volna részt venni ebbe. Kitől tanulod a sütés tudományát? A nagymamámtól és anyukámtól. Amint láttuk, itt nagyon kevés volt a fiatal versenyző, sőt, te voltál egyedül, úgyhogy igazi felüldülés volt ebben a versenyben. Mit tudunk rólad egyébként, mivel foglalkozol a hétköznapokban, mit tanulsz? Hát Szabadkára járok, a Iván Szárit műszaki iskolába, ottan közúti közlekedési technikusnak tanulok. Hétfőtől péntekig ott vagyok fent, ugye a kollégiumba, és tanulok. Neked nincs apukám, anyukám, csak egy fél kifli az uzsonám, s közben jó édes frén illata száll felé. Jaj, de jó a habos sütemény. Az est végén a jelenlévők is megismerhették dédanyáink ízvilágát. Nekem a medgyás sütit tetszett, akkor voltak ilyen kicsi sütik, azok is tetszettek, azok az aranyosak. És maga a rendezvény, hogy tetszik neked? Nekem, én másodszor vagyok itt, és nekem nagyon tetszik ez a rendezvény. És tervezem, hogy jövőre is eljövök. Annak voltam nagy a lángja, én beléptem, őrem nézett, alig ha meg nem igézett. A Szent Tamási Citadella civil szervezet minden év virágvasárnapján szervezi meg az incsiklandó ízkavalkádot. A Citadella civil szervezet humanitárius, kultúra és a gasztronómiával foglalkozik. És ez a humán részbe tartozik, a harmadik alkalommal rendezzük meg a dédmamáink kalácsos ütemények kiállítást, két kategóriába soroljuk, édes és sós, és második alkalommal bővítsük ki kulturális programmal. Az idén fölép a Bogarasi Citera és az Asszonykórus Bogarasról, és a Szent Tamási fiatal gyerekek szavalattal. Amikor megálmodtuk a rendezvényt, akkor úgy néztük, hogy humán jellegű legyen, és a nagycsaládosoknak húsvét alkalmával szétosztjuk, akinek anyagi hátterük nincs sajnos a húsvét alkalmával. Mekkora az érdeklődés? Milyen a visszhangja ennek a szervezésnek? Hát minden évben nagyobb és nagyobb, úgyhogy az idén is nagy számba jelentkeztek, és jöttek a vendégek vidékről is, úgyhogy Bogaras, Zenta, Ada, Becse, Temerin, Szent Tamási közönség, úgyhogy. Hogyha magát a civil szervezetet kellene bemutatni, hány tagotok van, és mivel foglalkoztok, mi a fő cél?
Citadella civil szervezetnek 30 aktív tagja van, aki egész évben működik, humán téren is, ruhaosztással, könyvosztással, akkor kultúra bálakat szervezünk minden, és a gasztronómia van a Szent Tamási Bogrács főzőverseny, ami az idén június 13-án lesz a Szent Tamási lóversenypályán, mindenki szeretettel várunk. A finomságokat a szervezők a verseny után szétosztották a rászoruló családok között.